A Tiszavasvári Múzeumban látogatók az ácsolt, vésett motívumokkal díszített, valamint a festett ládák történetét, lakáskultúrában és a népszokásokban betöltött szerepét, valamint készítés módját is megismerhetik. Néhány elveszett mestereit be is tudjuk itt mutatni, hiszen itt van Kovács Szabolcs például mezőkövesdől, aki még mindig készít ilyen pingált ládákat, tehát beszeretnénk varázsolni ide a látogatókat egy elfeledett for is, mint ahogy lehet látni a kiállításban, például az ágyvitelt is bemutatjuk, és a mennyasszonyok régi hagyománya is megjelenik. Az az, hogy annak idején a lányok hogyan is gyűjtöttek kelengyét, és ennek a legjellegzetesebb eleme a kelengyeráda jelenik meg itt ebben a kiállításban. Ez a pingált mennyasszonyi rózsás láda vélhetően Egerben készült az 1860-as években, de ettől régebbi matuzsálem is látható a kiállításon. Ezt a ládát a feljegyzések szerint sajógömörben használta a holló család. Nagyon különleges tárgyak érkeztek hozzánk Egerből. Egy 18. századi láda szerepel a tárlatnak a középpontjában, amelynek különböző pingált részeit le is tudták vezetni a néprajzkutatók, hogy milyen festett templomok kazettáihoz hasonlítható. Úgyhogy itt megjelennek a festett templomok is. Ugye a mi megyünk is híres arról, főleg a Beregi-Szatmári vidék, hogy kazettás mennyezetű templomok vannak. Nem volt ez másképpen észak Magyarországon sem, és ez megjelenik a, a paraszti kultúrában és a kerendeládában is. A magyar népművészet remekeit, valamint a pingált bababútorokat január közepéig láthatják az érdeklődők tiszavasváriban.